Köszöntöm a Városi Sport és Egészségnap résztvevőit. Egyre több futós rajtszámot látok. Ez azt jelenti, hogy a Szigetközi Minimaraton a vége felé közelít. Hamarosan érkeznek ide is a legjobbak. Most viszont a 4Fight Kickbox Club képviselőit, Pór Pétert hívnám ide magam mellé. Kicsit megijedtem reggel, mert azt mondtad, hogy hát nem fogtok fellépni, vagy nem mutatjátok be. Aztán úgy tűnik, hogy mégis igen. Mi történt? Hát igazából a hely nem, sziasztok mindenki, köszöntök szeretettel, igazából a hely nem annyira felel meg most nekünk, mert az, amit kellett volna laknunk, és többieket nem akartuk ezzel zavarni. Tavaly meg tudtuk oldani a színpad mellett, mindegy, most majd ezen a kövön próbálunk meg valamit, vagy a srácok itt bemutatni nektek, hogy kis ízelítőt kapjatok a kickboxból. Kickbox és 4Fight, ugye ez a talán a legtradicionálisabb ebben a sportágban itt a városban. Hogy álltok most versenyző létszámmal, mennyien vagytok az edzéseken amúgy, és mik a legnagyobb terveitek idénre? Hát úgy van, hogy ugye több szakosztály van nálunk, most már MMA is van, nem csak kickbox, sőt valószínűleg, hogy box is lesz, rendes box a Győri Gladiátor klubnak a jóvoltából, de ez még a jövő zenéje. Hát elég sok versenyzőnk van, ugye gyerekek vannak körülbelül 20-valamennyien, abból olyan 10 körül versenyeznek, felnőttek is vannak, azok külön edzések van a felnőtteknek. A tavalyi évünk az nagyon eredményes volt, rengeteg versenyen vettünk részt, külföldi versenyen. A legjobb eredményünk a Dominiknak Európa-bajnokságon sikerült egy bronzérmet szereznie, valamint többen világkupa első helyezettek lettek, több világkupán is, nemzetközi versenyeken is elég sok aranyérmet szereztünk. Ugye tegnap is, vagy tegnap előtt is Szegeden zajló világkupán vettünk részt, ahol 800 induló volt, a Dominik és a Jászmin aranyérmes lett ott is, úgyhogy elég öregnek. Szenzációs eredmények, remélem megkapom majd képes hírben is, amit a televízióban, aztán majd a híradóban oda tudunk tenni pontosan. Hányan foglalkoztok a gyerekekkel, hány edzője van a 4Fight? Közben bejöhetnének, nem? És be, 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 persze. Gyertek, és akkor valami. Gyertek be, és akkor kezdjétek el. Tudom, hogy kemény a talaj, a márvány nem az igazi. De hát próbáljuk meg mégis. Szóval a 4Fight Kickbox Club bemutató edzése itt az első sorban Bednanics Dominik, világkupa győztes, magyar válogatott tagja, Európa-bajnoki bronzérmes. Lengyelországban volt, ugye a verseny? Így van, Lengyelországban volt a verseny. Ezért a várostól is kapott kitüntetést, gondolom ezért vagy ilyen felkészült. Mit látunk most? Most egy szemikontakt stílusú vagy edzés gyakorlatilag. Épp köríves sugásokat rúgnak, dupla köríves sugás, testfej. Szemikontakt és full kontakt, tehát van különbség a szabályrendszerek között. Ti melyiket preferáljátok és miért? Igen, több szabályrendszer van nálunk is. A gyerekek ők szemikontaktba és light kontaktba edzenek és versenyeznek. Light kontaktba most kezdtek el igazából, eddig csak szemikontaktba versenyeztek. Azért vettük föl a palettára, mert így több versenyen tudnak részt venni és több lehetőségük van helyezéseket szerezni versenyeken. Melyik a nehezebb? A teljesen más a kettő. A szemikontakt az gyakorlatilag nem folyamatos küzdelem, ott minden pontnál megállítják a mérkőzést. A light kontakt az egy kicsit durvább, ott folyamatos küzdelem van, fél erővel lehet megütni a másikat, és akkor ennek már vannak erősebb válfai, van full kontakt nálunk is, van kick light, ott már lehet lábat is rúgni, és van K1 ugyanúgy. Én Dominikot régen láttam, mondjuk egy éve, de óriásit nyúlt azóta. Nehezek ezek a súlycsoportváltások, vagy nem tudom, korosztályváltás van-e ilyenkor. Szóval ezt mennyire könnyű nyomon követni a biológiát? Hát a Dominiknak szerencséje van, mert ő súlyban azért nem nagyon hízott. Úgyhogy a súlyát azt tartja, viszont a súlycsoportjához nagyon magas, az viszont jót jelent. Jászmin, ő nagyon ügyes. Jászmin is most aranyérmes lett. Igazából nem is tudom, hogy ő most hány kilóba indul. Mesélj erről a szegedi versenyről, még mondtad, hogy 800-an voltak. Mennyire fontos volt ez a klub életében, ez a nagy világkupa? Hát minden verseny fontos, mert ezek pontszerző versenyek gyakorlatilag. Kickboxban úgy van, hogy egész évben vannak olyan versenyek, amik rangsorolva vannak, és bizonyos attól függ, mennyi induló van és milyen besoroláson a versenynek, a dobogós helyezésekért annyi pontot tudsz kapni, és ez alapján tudsz kijutni világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra. Ugye minden évben rendeznek világversenyt, vagy Európa-bajnokságot, vagy világbajnokságot. Kiknek ajánlod ezt a sportot, és el lehet-e kezdeni kortól, nemtől függetlenül bármikor? Hát nemtől függetlenül mindenképpen. Korban én azt mondom, 5 éves kortól érdemes elkezdeni.
és mindenkinek, aki szeret egy jó csapatba dolgozni és versenyekre járni, aki a küzdősport értelmezi. Nálatok a legkisebbek, meg a legnagyobbak együtt vannak, vagy külön trénírozzátok őket? Nem, a felnőttek és a gyerekek külön vannak abszolút, teljesen. El tudod mondani, hogy mikor vannak az edzések, és hogy a szülők keresnek benneteket, igen, hol merre találnak? A mediterrán lakóparkban van egy saját edzőtermünk, Four Fight Kickbox Club, és a gyerekeknek úgy van, hogy hétfőn, szerdán van edzés 5 órától fél hétig. Aki versenyzik, annak majdnem minden nap van edzése, azt nem mondom, hogy mikor már lényegtelen, a felnőtteknek pedig kedden, csütörtökön és pénteken van 6 órától edzés. Nem tudom, hogy a nyár az hogyan telik nektek, készültök-e még valamilyen nagy versenyre az idén? Hát igen, még egy magyar bajnokság hátra van, meg most hétvégén Ausztriában lesz egy verseny, valószínűleg arra is kimennek a Dominikék, utána rákövetkező hétén van az OB, amire nagyon készülnek, utána meg a felkészülés időszaka jön, edzőtáborok lesznek, nekünk is lesz itt 2 edzőtáborunk, valamint Vépen lesz egy országos edzőtábor, oda is menni fogunk, hogy az egész nyár edzéssel fog eltelni. Hát mert akkor ilyen komoly versenyek is vannak, nem tudom, ilyenkor mit szoktatok kívánni egymásnak, hát én azt, hogy érezzétek minél jobban ott is magatokat, akkor gondolom az azt jelenti, hogy minél jobban is fogtok szerepelni. Így van, nagyon szépen köszönjük. Anya Krisztina a helyi hastánc helyi tartója velem itt a színpadon. Ugye most ezt az aulának ezt a részét nevezzük színpadnak, az időjárás miatt ide beszorultunk. De hastáncolni ezen is lehet könnyedén. A kelet lányai következnek. Ha jól emlékszem, én akkor csak eddig nagyobbakat láttam, most meg egészen kicsik is vannak itt nálatok. Hát hogyan alakult a sorsotok az elmúlt egy évben? Igen, jó napot kívánok, sziasztok! Hát mi most már 8 éve működő csoport vagyunk, hát 5 éves kortól ajánlott a tánc, de azért közben azért kisebbek is vannak. 5 éves kortól egészen nincs korosztály, felső korosztály, mindenkit várunk, hogyha valaki szeretne jönni. Itt vagyunk a Festbe minden kedden, úgyhogy lehet hozni a gyerekeket. A hastánchoz a nevében gondolom kell has is, nem az, hanem a has is kell hozzá, szóval, hogy a gyerekeknek még annyira nincsen, ahogy nézem. Nem, ez egy tévhit, hogy a hastáncoshoz has kell, nem, semmi, nem kell. Kis has, nagy has, hogyha jól érzi magát a táncon, akkor mindenkit szeretettel várunk. Azon kívül, hogy jól néz ki, meg tényleg nagyon szenvedélyes látvány, amikor valaki jól hastáncol, van sportértéke is a hastáncnak? Igen, nagyon-nagyon, egészségügyileg is és sportra is. Ajánlom, hogyha eljön valaki egy felnőtt hastáncra, hogy akkor utána még megtudja, hogy milyen sportértéke van. Hastáncból létezik világverseny? Vannak ebből rendezvények, sportrendezvények? Igen, most már egyre elterjedtebb Magyarországon is. Most már nagyon sok verseny van gyerekeknek is és felnőtteknek is. És ezt ugyanúgy külföldön is van most már, ahol mi is megyünk versenyekre most már, igen, a felnőtt csoportokkal. A gyerekekkel vagy a felnőttekkel könnyebb dolgoznod? Hát mindegyikkel könnyű szerintem. Gyerekekkel is nagyon szeretek, és a felnőttekkel is más, mint a gyerekekkel. Úgyhogy én mind a kettőt nagyon szeretem. Ha jól tudom, akkor nem csak itt Moson-Magyaróváron vannak hastánc csoportjaid. Igen, nagyon sok csoportom van most már, itt a Moson-Magyaróváron kívül Dunakilitin is van csoportom, Kimlén is van, Héderváron is van, Ásványráron is van, Dunaszegen is van, és egészen kezdőszintől haladó szintig, és kislánytól felnőttek csoportanyaim vannak. Azt hallottam, hogy június 7-én egy kicsit elrugaszkodtok a kaptafától, szóval, hogy valami különleges produkcióval készültök, mi lesz ez? Igen, minden évben megrendezzük a hastánc gálánkat, idén is június 7-én lesz itt a Feskárolyba. 100 táncost fognak látni 2 órán keresztül, egy mesés, zenés játékot fogunk előadni, úgyhogy akit szeretne, azt várjuk szeretettel. Mit látunk most, majd ma a gyerekektől?
három kis popos táncot láthatunk, egy fájtlast a nagyobb lányoktól és egy kislányoktól, egy ilyen popost, és egy közös tánc lesz. Hát köszönöm szépen. Azt szokták meg ilyenkor megkérdezni, hogy ez goa stílusú, vagy pedig bangora, a másik stílus, nem? Nem, az inkább indiai bangra, hogyha arra gondoltál. Mi inkább popos táncolunk most akkor, ha elmondottál. Na jó, akkor lássuk őket, teljesen mindenki. Köszönöm szépen. A kelet lányai hastánccsoport növendékei következnek. Lehet tapsolni, ha tetszik. بالحب انا وعلى لسه استاهل واحد.
You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all. This is Africa. Tamina mina, eh, waka waka, eh, Tamina mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka. Akkor ők voltak a Kelet lányai legkisebbjei. Köszöntöm a 2014-es Városi Sport és Egészségnap résztvevőit itt a helyszínen, és a televízió nézőket is a sportmagazinon keresztül. Remélem mindenki megtalálta a kihívást a maga számára. Mindenki belekóstolhatott egy-egy szakágba, sportba, de hát még csak a felénél sem vagyunk. Megyünk hamarosan tovább. Hogyha Pisti ad a Zsunak egy mikrofont, akkor már is hívnám a színpadra a Vem Camara Capoeira csapat oszlopos tagját. Be van kapcsolva Zsú a mikrofonod? Igen. Jó van akkor, na gyere egy kicsit közelebb, mert a srácok ott vannak, aztán könnyebben befognak minket a kamerákkal. Szóval mesélj a Vem Camara csoportról először, és aztán utána meg a Capoeiráról. Bár ha fordítva mondod, az sem baj. Először beszélnék a csoportunkról. Győrben már 6 éve vagyunk, amúgy ez egy nemzetközi csoport, Óváron pedig 3 éve. A capoeira egy brazil harcművészet, ezt már bizonyára tudjátok, akrobatikus elemekből, illetve rugásokból és kitérésekből áll. Azt mondod, hogy akrobatikus és mégis harcművészet, de nagyon sok táncelem van benne. Szóval, vagy rosszul gondolom, tehát nem tánc? Nem tánc. Ahogy szokták ezt mondani, táncba bújtatott harcművészet, mivel a rabszolgák, akiket Afrikából, Dél-Amerikába hurcoltak, nem harcolhattak, azonban valahogy mégis kényszerültek arra, hogy megvédjék magukat, és ezért van ez a táncos kinézet. Hát ideális esetben már nincsenek rabszolgák, itt környéken bízom benne, meg pláne, hogy nincsen. Szóval, hogy mégis mit lehet ebből a történetből átemelni a mai korosztályoknak, hogy miért érdemes elkezdeni capoeirázni?
leginkább a mozgás öröméért, ezt tudom mondani, illetve az embernek, magának is jó érzés, hogy ennyi mindent meg tud csinálni. A mosoly az jó. Azt mondd meg nekem még, hogy mikor és hol edzetek. Felnőtt és gyerekedzéseink is vannak Óváron, a felnőttek kedden és csütörtökön 19:30-tól, illetve a gyerekedzések péntekenként 4-től a Fehér Ló közösségi házban. Nem Flash, hanem Fehér Ló, és akinek tetszik, elhozná a gyereket vagy a nagypapát, akkor kit keressen? Rastafarit keresem. Rastafarit, ő a csoport vezetője, azt mondta, hogy idén te beszélsz, mert hogy ő meg jobban kapoérázik. Na, ez volt a kulisszatitok, úgyhogy következik a Vem Kamera csoport bemutatója. Hát, ha tetszik, majd akkor lehet nagyon tapsolni, sőt, ott is lehet utánozni, bár azt nem biztos, hogy ajánlom így elsőre. Egy biztos, hogy a Fehér Lóban keressétek őket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mikrofon kell? Igen. Jó. Csak közel tartsd majd, jó? Azt hát, ahogy hallhatták, a kapuéra történetéről már volt néhány szó. A mai modern kapuérát, amit itt is láthatnak, leginkább Manuel Dos Reis Machado-nak, azaz Mestre Mimbának köszönhetjük. Ő a modern kapuéra megalapítója, illetve ő alapította az első kapuéra iskolát is. A rúgások lehetnek egyenes, illetve köríves rúgások, illetve az sem ritka, hogy egy-egy rúgás a levegőben történik. Ahogy láthatjuk, ezekre a rugásokra a másik fél kitérésekkel reagál, azonban, ahogy említettem korábban is, az akrobatikus elemek is előfordulhatnak. A kapuér egyik további jellegzetessége a földről indított támadás. A zsogú, azaz a játék nem a fizikai legyőzésről szól, aki szemben áll, az inkább a barátunknak tekinthető, mint az ellenfélnek. Ezért technikailag kell felülkeretődnünk, úgyhogy közben többnyire egy ujjal sem érünk hozzá, azonban természetesen haladó szinten már gyakori a valódi fizikai küzdelem, a földrevitelek és a különböző lábkihúzások. A lényeges eleme, ahogy hallhatjátok is, a zene. Ez talán ez, ami leginkább megkülönbözteti más harcművészetektől. A hagyományos hangszerek, a taps és az ének adja meg a játék ritmusát, így a stílusát is. A dalok portugál nyelvűek, azért lehetnek megemlékezések különböző mesterekről, szólhatnak a capoeira élvezetéről, veszélyeiről, illetve jellegzetes pillanatairól. Yeah.
pedig szeretnénk megmutatni nektek, hogy a gyerekek mit tanultak az edzéseinken. Először az ő szólóik, majd a felnőttekkel kiegészülve egy kis játék következik. É verdade, meu amigo, na vida vale quem tem coração de criança pra chorar e sorrir, coração de menino para amar e sentir. Que viva meu Deus! Que viva meu Deus, camarada! É verdade, meu amigo, na vida vale quem tem. É verdade, meu amigo, na vida vale quem tem coração de guerreiro pra lutar e vencer. Esse jogo derradeiro nesse mundo viver. Que viva meu Deus! Que viva meu Deus, camarada! Que viva meu Deus! Que viva meu Deus, camarada! Que é a capoeira! Que é a capoeira, camarada! Que volta do mundo! Que volta do mundo, camarada! Zum, 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 essa vida mata um. Na vida vale quem tem. É verdade, meu amigo, na vida vale quem tem coração de criança para amar e sentir, coração de menino pra chorar e sorrir. Thank you.
hogy megnézhetek minket, ahogy már említettük, az edzések kedden csütörtökön 7:30-tól, illetve pénteken 16:00-tól vannak a Fehérló Közösségi Házban, illetve szeretettel várunk titeket itt a színházteremben. Köszönjük! Újra szeretnék nagy-nagy szeretettel köszönteni mindenkit a helyszínen, illetve a televízió képernyői mögött vagy előtt. Nézőpont kérdése szerint a Sportmagazin is tudósít erről az eseményről, egy kicsit nem annyira élőben, inkább felvételről. Szóval hamarosan újabb tánccsoport következik, a legjobb tudomásom szerint a Pulzus TSE vezetői Küstöki Szabina. Gyere Szabina, kisd el egy mikrofont, és akkor sokkal egyszerűbben működik a dolog. Szóval Pulzus TSE, ti is klasszikus, gyere kicsit közelebb, klasszikus fellépői vagytok minden városi rendezvénynek. Talán be sem kéne mutatni, de mégis beszélj egy kicsit a Táncsport Egyesületekről. 14 éve működünk Moson-Magyaróváron és a környező falvakban. Most körülbelül 150 gyerek jár az Egyesületbe, és továbbra is várjuk a 3,5-4 éves kortól a gyerekeket. Szoktatok-e a bemutatókon kívül versenyekre járni, ott fellépni? Minden területi országos versenyen részt veszünk, és most már azt is elmondhatom, hogy minden világbajnokságon is ott vagyunk világkupa. Mik a legjobb eredmények, kik a legjobb táncosai a Pulzusnak, kik lesznek-e ma? A Pulzusnak csak jó táncosai vannak, rengeteget hoztunk, nem nincs legjobb, nincs legrosszabb, aki jól érzi magát, az itt van és várjuk szeretettel. Akit tudunk, versenyre viszünk, aki nem vállalja a versenyzést, azzal ugyanúgy foglalkozunk, ahogy szeretnénk. Moson-Magyaróváron mikor és hol vannak az edzések? Hétfőn szerdán és pénteken vagyunk, hétfőn szerdán itt a művelődési házban, pénteken pedig a gimnázium kollégiumában. Milyen koreográfiákat látunk ma? Ma kizárólag akrobatikus rock'n'roll-al jöttünk, de több fajta tánccal is meg szoktak ismerkedni a gyerekek. Na hát akkor lássuk, mit hozott ide a sportlapra a Pulzus TSE. Ahogy szoktam mondani, tapsol a szeretettel, örömmel, kinek vérmérséklet szerint fogadjuk. Köszönjük a táncosokat. Köszönjük szépen, jó szórakozást kívánunk, és én még szeretném bemutatni a segítségemet, Bognár Csabát, ő szintén a Pulzus Táncsport Egyesület edzője. Yeah.